Nagyon szeretettel köszöntjük a VNTV Viva Natura televízió kedves nézőit. Önök az FVQ adássorozatunkat látják, kedves vendégem dr. Egeri György, szervusz Gyuri. Üdvözlöm a nézőket. És igazából egy kötelességünknek teszünk eleget, mert hogy dr. Horváth István professzor úrról szeretnénk beszélni, illetve annak kapcsán, hogy az utolsó találkozásunkkor Egeri Gyurinak volt egy ilyen meglátása még januárban, hogy Horváth professzor urat azért ez a rendszer ki tudta készíteni, konkrétan így fogalmaztál. Többször sztrókot kapott, és úgy fogalmaztál, hogy lehet, hogy halálos beteg, stb. Stb. Vagy haldoklik. Haldoklik, igen, így fogalmaztál, amire egyébként a környezet eléggé felsziszent. Volt nekünk is feladatunk ezzel, hogy a korrekciókat megtegyük. Mert hogy akkor még nagyon nem úgy nézett ki, vagy bíztak a környezetében abban, hogy professzor úr fölépül, és egy hétfő reggel csörgött a telefon nálam, és a kedves felesége, az özvegye hívott föl, hogy mondja meg Egeri Gyurinak, hogy bekövetkezett az, amit ő mondott, nagyon sajnálja, de professzor úr kapott pont azon a héten megint valami jó kis bírósági levelet, amitől újból sztrókot kapott, és abból már nem tudott kijönni. A másik információ, amit elmondott, hogy én kérdeztem, hogy akkor mindenkinek örökre elesett attól, hogy valaha megkapja a professzor vakcináját. Nem, megvan, a gyártási képlet minden megvan, a lánya fogja a kezébe venni a dolgokat, de csak akkor, amikor a megfelelő klinikai tesztek elkészültek, most erre is gyűjtenek még pénzt, mert azért 100 milliókba kerül, és ezt követően újból el lehet majd érni Horváth professzor úrnak a koleszterin injekcióját, és még egy információt szeretnék átadni, hogy senkinek ne higgyenek, aki ma ilyen vakcinát árul, és azt mondja, hogy ez a Horváth professzor úrtól van, mert senkinek nem adták oda ezt a receptet, sőt, vakcinát se adtak, tehát aki ilyennel jön önökhöz, az valószínűleg nem a Horváth professzor úr szabadalma által készített terméket. Az biztos, nem valószínűleg, biztos, hogy nem. Köszönöm szépen a megerősítést, és sosem merek így kijelenteni. Nyugodtan. Biztos nem, tehát ne higgyenek nekik, és nagyon-nagyon sajnálom, ezeket hiénáknak hívjuk, ugye, amikor még el sem távozott professzor közöttünk, de már az ő nevével, az ő tudásával visszajövve. Tehát szögezzük le konkrétan, hogy mi is volt a Horváth professzor úr zseniális meglátása, a felfedezése és a találmánya, ugye, mert ez két különböző dolog. Tehát ő vette észre, hogy az egész koleszterin probléma egy immunrendszer a előregedése vagy legyengülése körüli probléma, és ezt az immunrendszert úgy lehet újra föléleszteni, hogy pontosan a koleszterin 254 módosulata közül, mert többféle térbeli felépítése lehetséges a koleszterinnek, nem egy koleszterin van, hanem 254, ezek közül a fele halálos. Ha olyan térbeli felépítésű koleszterint kapna valaki, akkor belehalna. A többi az teljesen semleges, tehát amikor, mit tudom én, megesszük a tojássárgáját, meg a jó zsíros szalonát, akkor is koleszterint eszünk, de az az immunrendszert nem stimulálja. Van viszont egy, de csak egyetlen egy sztereó változata, ami az immunrendszert újra fiatalítja, és akkor az immunrendszer teszi meg azt, hogy lekaparja az erek belsejéből, vagy kiszedi az erek belsejéből az ott felhalmozódott koleszterint. Tehát a felfedezés az volt, hogy ez egy immun probléma, egyáltalán nem így kezelik most az orvostudományban, totál zsákutcába jutottak, és az a felismerés, ez a Horváth professzornak a felismerése, és ez önmagában Nobel-díjat érdemelne, de a másik, még nagyobb horderejű, hogy ő műszakilag megoldotta azt, hogy a állati eredetű, de tök mindegy, mert ugyanolyan koleszterinből, amit egyébként marhák agyából vesznek ki. Nem nyúlból, én azt
Teljesen mindegy, igen, mert ugyanaz az alkatrész. Így van. Legyen, tehát pontosan ki tudta szűrni, hogy a 254-ből melyik az a térbeli módosulat, ami jó. Így van. És azt stabilizálni is tudta. Tehát ezek óriási műszaki lépések, és ezt viszonylag egyszerűen meg tudta oldani. Nem olcsó az eljárás, mert ugye a válogatásnál az anyag nagy része tulajdonképpen pocsékba megy, ami nem jó alakú. De ez egy akkora zseniális lépés, amit idáig a világ legjobb gyógyszerkutató cégei sem tudtak meglépni. Sem agyilag, sem műszakilag. De volt ennek az ő meglátásának egy harmadik óriási zseniális hatása, ami minden eddigin túlmutat, hogy a gyógyszerkutatás eddig rossz nyomon indult el, mert egy-egy molekulát néztek meg, és nem annak a molekulának, mit tudom én, a 500 valahány összes verzióját, mert mindegyiknek más-más hatása van. Tehát lehet, hogy rengeteg ígéretes gyógyszert dobtak ki, mentek el mellette, mert nem vették észre, hogy na, egyik változatában ez halálos méreg lehet, a másik változatában pedig nagyszerű gyógyszer. És ez az ő zseniális felfedezése volt. Azt eddig is tudták, hogy a tekeredés, amit így neveznek, hogy kiralítás, tehát hogy most jobbra-balra csavaró, az fontos. Tehát a Contergan botrány mutatott rá, hogy a mesterségesen előállított, rossz irányba csavart molekulák hatására kéz- és végtag hiányos gyerekek születtek. Egy ilyen terhes nőknek szánt nyugtatószernél, és több száz millió dolláros kártérítést kellett örök életre, nyomorban, végtag nélkül élő embereknek fizetni, pont emiatt. Ezért megtanulták, hogy ennek utána kell nézni, de ezzel csak a rossz molekulákat lehet kiszűrni, de nem vették azt észre, és ez a profnak a zseniális meglátása, hogy tök semleges molekulák mellett akadhat egy vagy kettő, aminél különleges hatás jelenik meg. Tehát tulajdonképpen ő Isten igazából bevitte a forgás fogalmát a gyógyszerkutatásba és az élettani kutatásba, és ez az én nagy szívszerelmem is. A vitalitásmérő fejlesztése kapcsán jöttem rá, hogy a forgás alapvetően fontos az élet folyamatokban, és ez a hatalmas műszaki szakadék tulajdonképpen az ember által gyártott elektromos gépek és az élő lények között, már a bacik szintjén is, hogy míg mi a berendezéseinket, tévét, rádiót, akármit, villanydrótokból, részből, szilíciumból, de szabályos kristály szerkezetekből alakítjuk ki, ahol nem forognak a töltések, csak úgy mennek szép lassan egyenletesen előre. Az élőlényeknél ilyen nincs, ez teljesen ki van zárva, forgás van, és nem akármilyen irányú, hanem meghatározott irányú. Ha nem olyan, akkor halál van azonnal. Van egy nagyon fura kivétel az életben, a férfiak nemi szervében, az ondóban érdekes módon másként vannak megcsavarva, ellenkező irányba, de ott valami, nem értik, hogy miért, de ott erre van szükség, ha ez nem jön össze, valami nagy találmánya van az életnek ezzel. A spineknek, ugye arról beszélünk, hogy van. Jobb és bal forgású L és R úgy szokták általában. Így van. Van L-T-savak, R-savak, ezek pontosan a forgási irányokat jelzik. Pontosan, ez a life meg a left, és megfigyelték azt, hogy például amikor a spermiumok behatolnak petesejbe. A petesejbe, az elkezd veszettül forogni. Szemtelenkedhet-e?
hogy a disznónak egy speciális nemi szerve van, ami már úgy szintén spirális alakzatú, biztos láttál már ilyet képekről legalább, annak is lehet valami ilyesmi motivációja, hogy egy jobb perdületű valami jelenség. Oka van, aha. És ezt nem értik. Aha. És annyira nem értik, hogy ezért volt az, hogy a horvát professzor zseniális találmány sorozata valahogy nem ért föl az orvostudomány agyilag az ő szintjéhez. Mm. Tehát ilyen elme 100 évenként jó, ha egyszer születik, nem Magyarországon, a világba. Mm. És ahelyett, hogy ez a kis ország a rohadt államgépezete ugye besegített volna, és kezét, lábát csókolgatták volna napi 24 órába, aljas koncepciós perek sorozatát akasztotta rá, de bárkire, aki kiemelkedik. És miért van ez, Gyuri, hogy ez a vérbírók unokái még ma is ugyanúgy koncepciós perekbe a Bacsó Péter tanú című filmje, igen, úgy dübörög be, mintha csak a filmet utánoznák egy új keletű termekbe. Hát ugye erre szokták mondani, hogy a rákba sokan meghalnak, de még többen élnek belőle. Ez az emberi aljasság. Pontosabban nem általános emberi aljasság, hanem a kapitalizmusnak ez a vérszopó modellje, ami itt van. Ugye most elkezdte az akadémia ezt a húzakodást, hogy hát az akadémia önállósága sérül. Hát magyarosan erre csak azt lehet mondani, hogy a örömlány ne sírjon, hogyha ízélik. De ezt magyarul nem így mondják. Aha. Ugye az akadémián ülő urak, akik felszedik a havi milliós pénzeket az adófizetők pénzéből, soha nem álltak oda a Horváth prof mellé, és vagy a Kovács Ádám mellé. Vagy a Petőfi ügy mellé, vagy soha, ami a kisembernek jó lenne. Itt most csak a tétmeccsekről beszélünk. Hát évente 100 000 ember hal meg úgy, hogy nem kellene. A munkaképes korban 40-50 éves embereknek olyan érszűkülete van, hogy le kell vágni a lábjukat. Holott a Horváth prof kúrája után mehettek a kertbe a kertet ásni. Ebből lehet látni, hogy provincia vagyunk, ahol gyarmat vagyunk, ahol a helyi uraságok kiszolgálják azokat az érdekeket, ami gyógyszergyár, energiaipar, és főleg a bankokat, akik most arcátlanul ezer számra rakják családokat. Kopasztják meg az embereket. Viszont mielőtt tudom, mi van a kezedben, egy gondolatot szeretnék elmondani. Professzor úrral ezelőtt 20 éve, ugye minket is egy nagyon régi barátság köt egymáshoz, a teafolajról Magyarországon még nem nagyon hallottak, először Ausztráliából hoztam haza mintát, és ugye azt kell tudni a teafolajra, hogy nagyon nehezen elegyedik más olajokkal vagy anyagokkal, és akkor adtam neki egy megbízást arra vonatkozólag, hogy a teafolajjal kísérleteket végezzen. Amikor teafolajat rakott 256 törzs kandidatörzshöz, mindegyiket elpusztította, nekem volt egy feladatom a részére, hogy csináljon egy olyan emulgációt belőle, amikor már nem probléma, hogy milyen konzisztenciája van, hanem bármiféle anyaghoz hozzá lehet adni. És a probléma az volt, azt mondja, hogy amikor por alak átette a apró kis szemcséké széttördelte a teafolajat, elvesztette teljes egészében a hatását. Na most óriásit ugrunk, mert imádom az analógiákat, amikor egy társadalmat atomizálni tudnak, szétporlasztanak az én képpel, a mobiltelefonnal, az internettel, mindennel, akkor már csak egy kis maroknyi csoport áll ki azért, például te is, az az 50-60 ember, aki mindig ott ült a tárgyalótermekbe, és ezek az emberek, akik a vérbírók unokái, a politikai elit, aki bármit megtehet, mert hogy egy atomizált társadalommal bármit meg lehet tenni. És akkor ez lenne egy kérdésem, hogy gondolom a te fejedben is ez már előfordult, hogy mi a fenét lehetne csinálni, amíg ugye ezek újból nem áll össze egy önálló
konzisztenciás folyadéká, addig a társadalom nem tud fellépni a saját érdekeiért, mint hogy a szétporlasztott teafolaj már nem öli a gombákat. Ez nagyon érdekes, de analógiának tökéletes. És ezt csinálták meg zseniálisan, hogy az egész világot szétrobbantották apró kis porszemekre, és én, mint individuum azt hiszem, hogy itt tépem a számat, és ettől lesz valami. Nem, attól lesz valami, hogyha az emberekkel találkozunk, és együttesen lépünk föl. Hogy látod ezt a kérdést? Hát ugye ez a tragédia valóban megtörtént, most megint ugrunk egy picit, itt voltak a választások, volt az ellenzék, mit összepofáztak, de a lényeggel egyik sem foglalkozott azzal, hogy itt évente 100 000 embert szó szerint lemészárolnak, mert például 40 000 ember hal meg daganatos betegségbe, akiket úgymond citosztatikummal kezelik, ezeket megmérgezik. Ami 1000 milliárdba kerül a többinek, így van. Egy kemoterápia 2,5 millióba kerül. Alsó hangon itt, de az Egyesült Államokban még drágább ugyanez a szer. És ugye itt volt a horvát professzornak az eljárása, ahelyett, hogy összetették volna a kezüket, és imájukba fogadták volna, hogy a társadalombiztosítás milyen sokat meg tud spórolni, rengeteg egészséges ember lesz, és ezek beállnak a munkaerőpiacra, meg vigyáznak az unokára, meg játszanak a gyerekkel, megtanítják rendesen írni, olvasni. Nem, ezeket is belökték a sírba. Tehát hiányzik Magyarországon az a középosztály, aminek van gerince, egyenes tartása a hatalomnak, a szemébe mer nézni, és azt meri mondani, hogy nem. Hogy nem akarok megdögleni, nekem jogaim vannak. A mi alkotmányunkban le van ugyan írva, hogy jogom van az egészséghez, jogom van a tiszta környezethez. Már nincs alkotmányunk, már alaptörvényünk van, csak akármi. De még ezt nem merték belőle kiszedni, de ez is mutatja, hogy valójában nem alkotmányosan működik az az uralkodó réteg, és teljesen mindegy, hogy milyen politikai párt van. Milyen színű teljesen. Tök mindegy, és a választásokon sem merült föl a leghabzóbb szájú kormánykritikusnál sem, hogy na hát mégis mit kéne tenni, és ilyen alternatívát sem mert fölkínálni egyik úgynevezett ellenzéki párt, hogy mégis törődni kellene az emberekkel, akiknek a képviseletébe úgymond ők a hatalomba szeretnének ülni. 1,5 millió bankrabszolgát tudtak volna megnyerni bármelyik ellenzéki pár szavazóként, aki azt mondja, hogy én megoldom a devizahitelesek kiszolgáltatottságát. Igazából én nagyon jól tudom, hogy mi folyik itt, de a szociális érzékenységem már nem tud az mellett elmenni, ami folyik az országban, és ez a rengeteg ember most nyáron még el van, de télen ott fognak megfagyni, mert hogy már azt is eltörölték azt a jogukat, hogy csövezzenek az aluljáróban. Na, térjünk vissza kicsit, nekem azért olyan szempontból vannak híreim, jó hír, ez inkább jó hír. Itt volt Boros László professzor úr, nem tudom, nézni ezeket a riportokat, és akkor én megkérdeztem tőle, hogy kedves úr, Boros úr, ön teljes mellszégességgel egy egyetemnek a nagyon magas rangú képviselőjeként neki tud menni a gyógyszeriparnak, mert nézd meg, miket osz meg a Facebookon. És mondom, ez hogy lehetséges, hát a gyógyszeripar, azt mondja, álljunk meg. Ott egyéni biztosítók vannak, akiknek, hogyha meghal a delikvens, akkor ez neki nagyon sokba kerül. Na most innentől fogva ezek a biztosító társaságok finanszírozzák az ő kutatási munkájukat, hogy létrehozzák azokat a rákellenes dolgokat, ami úgy szintén immun probléma egyébként, most ebben a részében nem menjünk bele, meg a deutérium csökkentett vízkísérletek, stb. És az ezekből befolyó eredmények látszik, hogy az emberek gyógyulnak az ő intézményekben, ami nem jó a gyógyszergyáraknak, viszont jó a biztosítóknak. Na most mivel nálunk ilyen egyéni biztosítók nem erősek, és magát a társadalom biztosítást is ugyanaz a háttérhatalom ura, és akkor mindig mondjuk ki ezt a szót, teljesen mindegy, hogy most sárga
vagy piros kormány van, mert ők csak egy szervezés kiszolgálói a mindenköri háttérhatalomnak. Így van. És akkor most ne beszéljünk itt migráns kérdésről, és hát ez egy másik kategória. Ez egy 20-adrangú kérdés, akkor, amikor 100 000 magyar hal meg. Tehát itt valószínűleg nem 100 000 magyart hegzálnának itt a migránsok, de nem kívánom őket ide, szó ne érje a ház elejét, tehát őket nem kívánom ide, de az, hogy a szociális intolerancia, az emberek kiszolgáltatottsága. Nem is, hogy közöny, hanem az a kisember, az adófizetés, adófizetőkkel szemben meg nyilvánuló vad, habzószájú gyűlölet. Gyűlölet. Ugye? Utálják a szegénységet egyébként. És ez sajnos jellemző egyfajta csoportra Magyarországon. Egyébként ez nem fajkérdés, hanem habitus kérdés, tulajdonság kérdés. Az egész világon ez uralkodott el, hogy a pénz szempontjából közelítenek el mindent, és nem érdekli őket a kisember nyomora, aki egyébként a teljes létezési gazdagságát produkálja. A nyerességet elosztják, a költségeket, meg a veszteséget szétosztják közöttünk. Ezek úgy viselkednek, mint a ráksejtek, gyakorlatilag fölélik. De a rák is olyan hülye, mint ezek, így mert van. Nem látják, hogy a végén együtt pusztulunk egyébként. Így van. Tehát ezért mondom, hogy ez az analógia. És azt hiszik, hogy úristen, a törvényekkel majd mindent meg tudják védeni magukat. Nem, hiába van itt fekete sereg, azért nézd meg, hogy Rága Mátyás királyunk is, nagyon keveset tudunk róla, hogy működött ez a 3x3-as ügyosztály, minden kis faluba, vármegyébe ott voltak a kis kémei, aki nem a diktátor, a jóságos nagyvezért éltette, azok ugyanúgy eltűntek, stb. Hogy ő se tudta ezt a diktatúrát exkolálni, ugyanakkor csodálatokat tett az országgal. Tehát nekem ezért azért vannak ezzel a verzióim, de... De most nem történik csoda az országgal. Nem történik sajnos a csoda az országgal. Hanem szabad eséssel zuhanunk, vagy a környezetünk, ugye Románia meg Szlovákia emelkedik rakétasebességgel, mi meg a hátsó lámpáikat nézzük. Ez így van, és akkor visszatérve a te kérdésedhez, hogyha ebbe az országba egyszer valaki fölvállalná, hogy nem egy összeszerelő munkaalapú társadalom lennénk, hanem a tudásalapú társadalomként így tudnánk kiemelkedni, mert a tudás még mindig itt van, mert nem tudtak mindenkit elzavarni ebbe az országból. Inkább belehalt Horváth professzor is, de nem vitte el a találmányát, hogy milyen jól tudna ott valahol a Bahamákon ügyködni, de ő még az utolsó lehelletével is ő magyarnak vallotta magát, és ő amikor odállt a bíróságra, nagyon okos ember volt, ő nem hitte el, hogy kicsinálják, önmagának se hitte el. Azt hitte el, hogy ennyire nem tudnak mellé állni majd az emberek. De annyira meg van fosztva a kis ember, én is szeretnék megmutatni egy ilyen kis könyvecskét, amit a Jeffrey Galley nevű angol egyébként a puha kontaktlencse feltalálója írt. Ez egy kis könyvecske, amiben a statinnal kapcsolatos hát kutatási eredményekkel. Azt akivel egy pár szót mondjál, mert ugye az orvosok ezt írják föl folyamatosan. Ugye a koleszterin ügy miatt kívánkozott ide ez a kis füzetecske, ez az idén jelent meg minden angol alsó és felsőházi parlamenti képviselőnek elküldte ezt a kis könyvecskét, ahol a Horváth professzor eredményeire is hivatkozik. Ugyanaz a véleménye, mint a Horváth professzornak, hogy az egész koleszterin ügy teljesen vakvágányra futott, és ugye azt súlykolják még most is. Nőklapjában most olvastam, hogy... Miket hát, olvasultam? Hogy ne együnk koleszterint, mert így úgy káros, hogy legfeljebb heti 2 tojás sárgáját ehetünk. Tehát a hülyeségek tömését így a háziasszonyok szintjén továbbra is fordítják, nem igaz. Tehát itt ebben a kis brosúrában remélem, hogy egyszer majd az ősszel részletesen visszatérhetünk erre a kis könyvecskére. Ez egy rövid, de hihetetlenül jól megírt könyvecske, hát olyan 100 oldalnyi, és bemutatom, a másik oldalon van a Jeffrey. Majd is fölveszük egyébként, aztán fogjuk. Igen, aki 15 évig szedett statinokat, és magán vette észre a mellékhatásokat, a memóriavesztést, az izomgyengülést, és ő itt leírja, hogy bizony, pusztán a körzeti orvosokkal történő adatgyűjtés segítségével
meg lehetne arról győződni, hogy mennyire hatások vagy hatástalanok a statinok, de sosem merte bevállalni a gyógyszeripar ezt a vizsgálatot, hogy kiderülhessen az igazság. Hoztáltam adatokat ide, hogy hány milliárdot kaszálnak csak Magyarországon a statin értékesítésből éve. Igen, az Egyesült Államokban tudom, hogy ez valami évi 30 milliárd dollár. Na. Magyar adatom erre nincs, ezek bizalmasak tulajdonképpen. A probléma az, hogy a koleszterin az élőlények legalapvetőbb építő anyaga. Hát az agyunk nagy ütemből áll. Agyunk, a hormonrendszerünk, a izmaink, tehát a sejtfalak felépítéséhez elengedhetetlen. Koleszterin nélkül nem lehet izmokat, hormonokat fölépíteni, ez egy általános nyersanyag. Ha ennek a termelését leszorítjuk, abban az esetben elkerülhetetlen a hormonháztartás fölborulása, nem csak izomfájdalmak, hanem szó szerint leszakadhatnak izomcsoportok, és lehet, hogy a koleszterin laborszintje valakinek jó lesz, de nem talál haza, mert az agya lebomlott. És én ezt szűk családi környezetben is több helyen is láttam, hogy 10 év alatt elképesztő gyorsuló öregedést, leromlást, lebomlást. Folyamatosan tolják le a határértékeket, hogy az orvos már megjelent az egy kis csillag, akkor már adunk önnek statinokat című dolgot. Ugyanez van a vérnyomástól kezdve, a cukorszinttel, mindennel egyébként. Jó. Az a borzasztó ebbe, hogy ott vagyunk, hogy van Szemmelweis egyetem, igaz, amit az orvostársai agyonvertek, és utána ő lett itt a és akkor van egy horvát nevében. Az orvostudomány nevében. Így igen. Van. Akkor van egy horvát professzorunk, aki a század zsenie Magyarország ilyen szempontból. Majd lesz horvát professzor egyetem, vagy horvát Szegedi egyetem. Szegedi majd. Majd egyszer. De itt a vérbírók unokáit kicsinálták, tönkretették. Kíváncsi lenni kedves bíró úrnak, hogy milyen módon tetszik aludni, mert pár ilyen pert azóta is tetszett már indítani. És most nem név szerint szerettem volna a bíró urat, mert utána Koda Markóba járni. Hogy azért gondoljuk már ezt végig, hogy az egyéni felelősség az ember életében, meg ha hisztek a karmába, vagy bármi ilyesmiben, hogy az ember mindent visszakap az életben, amit mások ellen elkövet, jó lenne végig gondolni, meg az, hogy valóban ezt a szegény kis országot tényleg tönkre akarjuk csinálni, és a munkaalapú társadalomból nem vagyunk hajlandóak a magyar elme alapján felemelkedni, kiemelkedni. Egy pár ilyen újítással, mint a Horváth professzor úré, simán ki lehet emelni egy egész országot, az összes többi nemzetekkel egy vonalba vagy fölé. Ezzel mi nem élünk. Ezek mind politikai dumák, politikai termék, lózunk, üres lózunk, az, mint az örök magyar-szovjet barátság, megbonthatatlan barátság. Ezek mind olyan cinikus lózungok, csak arra valók, hogy a figyelmet arról elterelik, hogy amíg ezt pofázzák a zsebünket, kifosztják, és utána az egészségünk is következik, tehát gyakorlatilag villanykörteként bánnak velünk. 65 éves korodra kiégtél, dögölj is meg, mert akkor már a nyugdíjadat nem fizetjük. Sajnos ez a David Icke, aki egyébként október 17-én Magyarországon lesz, csak úgy neked is mondom, ő mondta, hogy igazi nagy felismerés, az igazság felszabadít, és én azért fogadom el tőle néha ezeket a szavakat, mert nekem sincsenek kevesebb indulatom. Mi az igazság? Az, hogy ha te elhiszed, hogy egy olyan társadalomban élsz, ami érted van, akkor egy nagy hülye vagy. Tehát, hogyha rájössz arra, hogy itt minden nagyon szép sejénpapírba becsomagolva, a te folyamatos kizsákmányolásodra, bankrabszolgasorsba való tartásodra irányul, na ez az igazság, amikor fölébredtél, és akkor van jogod eldönteni, hogy benne maradsz ebbe, csak ne nagyon lebegtessék, ha már a szádig ér a kaki, vagy változtat, és amíg otthon ülsz, és nem teszel semmit, az első dolog az, hogy újból kezdjetek el élő közösségekbe járni, hogy összeálljon ez a kis olaj, a teafolaj példáját, azt gondoljátok végig, hogy egy csepp teafolaj semmit nem csinál, szét van porlasztva, atomizálva, de újból az összeálló közösségek meg bármire képesek. Jó, én azt hiszem mindent megbeszéltünk, és hiába fél évig nem találkozunk, mindig onnan folytatjuk, ahol abba hagytuk.
És én nagyon örülök ennek a kis sikerednek, és amit az előző adásban elmondtál, mert igenis a porfúzió az egy óriási lehetőség. Egyelőre még nincsenek itt meg a nagy ellenségeid ez ügyben, de szó nélkül tovább kell vinni egy másik országba, nem szabad hagyni, hogy ebből itt ilyen kicsinálós dolgokat csináljuk. Egy párszor kicsináltak már az életben, most ezt nem hagynánk direkt be. Önöknek meg azt üzenem, hogy szeretem magukat. Nem azért, mert nézik a műsorunkat, mert ezért is szerethetném, hanem azért, mert igenis érzem, hogy ez a másképp gondolkodás, mert ott megy mindenkinek a fejébe, és a nagy közös változáshoz tényleg az kell, hogy újból ezek a cseppek összeálljanak, és ne lehessen minket atomizálni. Ez a nagy titok egyébként. Egyetértünk ebben egyébként? Így van, így van. Na, akkor köszönöm megtisztelő figyelmüket. Korábbi adásainkat a www.vntv.hu vagy a YouTube megosztó portjáin találhatják. Viszontlátásra, köszönöm, itt voltál.